Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Kedves ünneplő testvérek, azt hiszem, nincsen olyan nap a mi életünkben, amikor ne kapcsolnánk be a rádiót vagy a tévékészüléket, amikor ne keresnénk az internet hálózatában azért, hogy a legújabb hírekről értesüljünk. Csak pillanatok kérdése, hogy a világ történéseiről tudomást szerezzünk. A sok hír azt eredményezi életünkben, hogy bekapcsolva érezzük magunkat a világ történéseibe, amelyeket ugyan nem igen befolyásolhatunk, de mégis érintve érezzük magunkat, mert mindaz, ami történik, vagy építi, gazdagítja és szépíti a mi világunkat, környezetünket, vagy éppen ellenkezőleg rombolja azt és saját vesztébe sodorja. Ezért, amikor emberséges magatartások megnyilvánulásairól értesülünk, örülni tudunk egy-egy híradásnak. Máskor pedig elszomorodunk és aggodalom tölt el, amikor a híradások az erőszakról, az igazságtalanságokról, a hazugságról és a kényszerről, valamint ezek káros és romboló következményeiről értesítenek bennünket. Sokszor elhangzik a megállapítás, napjainkban már alig lehet jó híreket hallani. A rosszakból annál inkább. Alig lehet olyan hírekről értesülni, amelyek megerősítenék az emberek bizalmát és elköteleződését a jó ügy érdekében. Ezzel ellentétben a rossz hírek, mintha a mindennapi normalitáshoz tartoznának, és azt sugallják, hogy ilyen az igazi élet. Terhekkel teli, és hiányosságokban gazdag, szenvedésekkel teli tűzdelt, és nagyon sokszor kilátás nélküli. Nem új jelenségekről beszélünk. Ami azonban új, az az információ közlésének a gyorsasága, és az a mértéktelenség, amelynek folytán pillanatok alatt rálátást nyerhetünk a körülöttünk történő, zajló mindenféle eseményre. A karácsonyi történés is annak leírása, ahogyan azt az éjféli mise evangéliumában olvassuk, Szent Lukács evangélista szerint, magába foglalja ezt a kettősséget. Értesít bennünket egy rendkívüli és egy jó eseményről, de ugyanakkor a rosszról is értesítést ad számunkra. Éppen ezért nekünk, akik várjuk a karácsonyt, és ünnepelni készülünk, tisztában kell lennünk annak igazi tartalmával, hogy megérthessük reánk vonatkozó üzenetét és az ebből fakadó feladatokat. A karácsonyi történet leírásában ott találjuk a szomorú megállapítást, nem kaptak helyet a szálláson. Egy fiatal házaspárnak gyermekét váró kismamával nem jut hely a szálláson. Az élet peremére kényszerülnek, mert az idegennel óvatosan kell bánni, és mert a későn érkezők tegyenek azért, amiért nem intézkedtek ügyesebben. Hányszor nem tapasztaljuk meg ezt a jelenséget a mindennapi életben is? Nincsen hely a világban. Nincsen hely annak, amit hiszünk, amit vallunk, amit életünkkel üzenetként hordozunk, vagy képviselünk. Nincsen hely, nincsen idő, nincsen érdeklődés és elfogadás, mert nem kifizetődő, mert idegennek hangzik, mert talán elkéstük az alkalmas időt. Karácsonykor mi keresztények nem kerülhetjük el életünknek ezen valóságát, hanem egészen tudatosan át kell éljük mi is Máriával és Józseffel, a kisded Jézussal ezt a kitaszítottságot. Nem azért, hogy keseregjünk és sajnáltassuk magunkat az egyre inkább elvilágiasodott társadalom előtt,
hanem inkább azért, hogy még jobban megértsük és átéljük Betlehemnek üzenetét a mi életünkben, és ezáltal megerősödjünk keresztény hivatásunkban és elköteleződésünkben. De a híradásban biztatóbb dolgok is vannak. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, és nyájukat őrizték az éjszakában. Olvassuk Lukács evangélistánál. A leírás első sorai a nagy Augustus császárt emlegetik, a hatalmas embert, a mindenhatót, akinek szerepe mégis eltörpül és palotájának falai mögé szorul. Előtérbe kerülnek azonban azok, akik a szabadban vannak. Istennek csillagokkal díszített ege alatt őrzik a rájuk bízott nyájat. Mennyire szép képe ez a mi keresztény hivatásunknak, és mennyire tisztán érthetjük meg ebből küldetésünknek lényegét. Mert küldetésünk az ilyenféle szabadságról szól, hogy elfordulva a káros kötelékektől, Isten ege alatt, az ő kegyelmének áramlatában tárulkozzunk fel előtte és a világ előtt. Az egyszerű pásztorok, akik szabadon őrzik nyájukat, ők kerülnek előtérbe a karácsonyi éjszakában, mert egyszerűségben, az ő egyszerűségükben nyitottak Isten, az angyalok és az emberek előtt. Kedves testvéreim, ilyen gondolatok vezéreltek engem az elmúlt napokban akkor, amikor keresztényként és Isten szolgájaként egy jó helyet kívántam magamnak a betlehemi pusztában. Igen, ne ütközzön meg senki azon, hogy egy jó helyet akarunk magunknak Mesterünk közelében. Olyan helyet, ahonnan látjuk őt. Halljuk őt, és értjük őt. És ahonnan mindig akadálymentesen és fenntartások nélkül követésére indulhatunk. Ezt kívánom valamennyi kedves testvéremnek, minden kedves ünneplőknek, gyermekeknek, édesanyáknak, főleg a betegeknek és magányosoknak, de még a keresőknek is. Egy jó helyet a jászol közelében, és egy jó indulást Jézus felé, hogy örömet, békét és elégtételt találjunk nála. Kívánom ezt azért, hogy ebben a jubileumi évben megújult elköteleződéssel tudjunk Isten irgalmas jóságához közelíteni, és szeretettel egymást felkarolni. Mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!